Azt mondja, hogy... Azt hiszem, hogy kezdik egyet a britekkel. Mert mégiscsak ők a kedvenceim. Egyelőre legalábbis mindenképpen itt a Bowfighter. És itt a Spitfire MK2B. Ez jelenleg a kedvenc gépem is egyben. Úgyhogy nézzük. Arcade-ot fogunk játszani ma. Most már játszottam egy-két historical csatát, még nem vagyok róla nagyon meggyőződve, hogy nekem azt tetszik, mert nagyon lassú. Az igazság, de majd még később talán jobban belejövök. Egyelőre maradok az árkádnál, azt hiszem, amíg kicsit így farmolok. Hogy kinézek a chatre. Igen, jó volt, finom volt a süti. Jó kérdés. Azt mondom, hogy egyelőre csak egyedül megyek. Aztán majd meglátjuk. Egyszer majd a jövőben talán játszunk többen is. Jelenleg még egyetlen voltos szakasz társam, vagy sem sikerült rábeszélnem, hogy játszon a War Thunderrel, nem tudom, hogy miért. Valamiért van ez a nagy ellenállása a voltosokban a War Thunderrel szemben, illetve fordítva a War Thunderesekkel, a seknek a voltal szemben, pedig szerintem igazából jól kiegészíti egymást a két játék. Aztán majd, ha bejön a tankos része a War Thundernek, akkor nem tudom, mi lesz, majd kiderül. Egy biztos voltot sem szeretném semmi esetre sem abban, hogy szerintem nagyon szuper játék az is. És szerintem nagyon különböző lesz a két tankos rész, tehát különböző igényeket fog kielégíteni. De felhős lett itt minden. Kicsit hangos, azt hiszem. Úgyhogy egy picikét lejelveszem még. Ups, sound kell nekünk. Nagyon hangos ez a játék. Így. Úgy. Na, emelkedjünk kicsit. Följebb. Fölmegyünk felhők fölé. Nem szeretnék annyira fölmenni, hogy őszinte legyek, de lehet, hogy muszáj lesz. Bowfighter. Remélem sikerül, hogy jól játszom, mint tegnap. Ha tegnapi napot vettem volna fel, az igen, hizelgő lett volna számomra, mert nagyon-nagyon jó meccseim voltak. Főleg az a 14 killes, az különösen nagyon tetszett. Valószínűleg mindenki arra hurikánra fog menni, tehát én nem teszem azt. Oké. Okay. Itt egy PE3-as, ez egy nagyon nehéz vadász. Orosz. Vannak alattam. Szerintem az a PH-os nem felén fog jönni, és ha nem felén fog jönni, zuhan valakire rá, akkor talán kicsit megbarátkozhatunk egymással, így né, és most mögé kerülök. Valaki elég csúnyán szétlőtt a szárnyamat, valószínűleg az ő hátsó lövésze volt ez. És én azt hittem, hogy lelövik azt a hurikán, de egyelőre nem úgy néz ki. Úgyhogy, talán kicsit be tudok segíteni a hurikán szétlövésében. Így né. Egy hurikánnak annyi, és most visszamegyünk szépen a magasba. Remélhetőleg senki nincs a nyakunkon. Á, ott egy Spitfire, de... És mindenképpen ki kell jönnünk egy kicsit a bunyóból, mert az ágyúin töltenek. Kicsit füstölünk. Egyébként az első lövése. Ha. Itt jön egy F2A, hűha. Ő vajon mit csinál itt? Senki nem bántja, úgyhogy majd én bántom. Próbáljunk magasabban. Húha. Mit csinál? Leesett. Egyszerűen leesett. Oké. Okay. Ez múlis. Szóval nagyon sok energiát vesztettem azért, hogy ő vele itt elszórakozgassak. Itt van alattam egy PE3-as. Ez lehetett az, akivel az előbb is harcoltam? Oké. Okay. Ez egy gyors kilövés volt, szétvettem a pilótáját. És megint visszamegyünk magasra. Ha magasan vagytok, az mindig nagyon nagy előny, különösen még a brit gépek például szeretik a magasságot, csak nem úgy, mint mondjuk a németek. Ha magasan vagytok, akkor mindig gyorsabbak vagytok az ellenfeleteknél, és az mindig előny. Illetve sosem nem is veszik észre, hogy fölülről jöttek. Húha. Viszont most alattam itt valaki. BF-109-es a földön. Ezt lelőtték. Csomó energiát elvesztettem ez miatt. Semmi gond, visszamegyünk. Valaki jön mellettem. Így van. Nézzük, csak sikerül a felülről. Várunk, még mindig várunk, még mindig várunk. De gyors.
Nagyon gyors. 70, ó, de jó ég. Sajnos ezt lelőtték előlem. Igen, sokan mondják egyébként, hogy nem szabad ennyit használni a turbót, az utánégetőt, de az, az igazság, hogy árkádban abszolút nincs hátránya, tehát amíg lehet, addig használom. Ezt is szépen szétlőtték. Szétlőtték? Igen, szét. Az igazság, hogy akár néhány földi célpontot is szétlőhetnénk, mert annyira kevés. Aha, na itt van egy jó kis bunyó. Hűha, itt sokan van. Azt a bófájtát kéne felülről kicsit. Megerőszakolni. Ojjaj, ez nem jó vicc. Ez nagyon nem jó vicc. Inkább húzzunk el innen. A bófájtárek nagyon veszélyesek. De valaki lelőtte. Itt van. A hullája. Ott egy ocu. Ah, nem értem utol. Majd most. Kill assist? Ki a fene lőtt bele még rajtam kívül? Háj. Jó, te jó ég. Ja, itt ezek... Nagyon sűrűen vagyunk a társaimmal, ilyenkor általában nekem szokott jönni valaki, sajnos. Ups. What? Mi történt? Mi történt? Pontosan valami nekünk jött, vagy valaki időtte... most mi történt? Valaki nekem jött? Feltételezem. Csodálatos. Tudtam, hogy sűrűen leszünk ott. Hát, hogy Buford. Nem tudom, hogy fel tudok-e menni olyan magasra. Talán. Nem, ez nem volt jó ötlet. Ez nem jó. Nézzük csak. Esélytelen. Azt a PBY-t kéne kapnunk. Bombázolt. Jóvá. Nem tudom, sikerül eléggé. Nem tudok ráfordulni, de így viszont igen. Ez nem lesz jó buli. De jó, én nem tudom felhúzni. Na ilyet még nem csináltam. Atya világ, mint egy bálna úgy mozog a Bowfighter. Júj. Na ilyet még mióta játszok ez a játék, nem sikerült összehoznom. Jó, megyünk ki, ezt mit van erre. Te jó ég. De ilyen még nem volt. Legalább láthattátok a hülyeségemet. Ezt rendesen elvénáztam. Két bombázó felettünk. 11-13. Lehet, hogy egy földi célpontot kéne megcéloznom. Segítsek a társaimnak. És ezt a BF-110-et szeretném. Helyesbítek, inkább a lagot szeretném. Komolyan, egy lövésen talál csak. Oké. Ezt elbénáztuk. Így. Most a társam rajta van. Nem szeretem ezt a... Oké. Egyre jobb, komolyan mondom. Már kezdek ilyen team killerbe átmenni. Hui! 36. Nyugi. Kilőrem. Oké. Okosan. Mint rajta vagyunk hárman, előbb-utóbb mindegyünket le fog lőni. Húj! Ez srác nagyon nekem akar jönni. Ez egy nagyon rossz meccs volt. Idáig.
Szerezzünk egy-két földi célpontot. Nagyon van mit, az igazság. Fú, két kill, hát ez valami szörnyű, britek ilyen rosszul teljesíteni. Azt mondja, indulunk kifele oda. Na, a Junkers is jó célpont lesz. Nagyon le van lassulva, emelkedik, valószínűleg le fogja lőni a Spitfire-t. Megint kill assist. Srác is majdnem nekem jön. De elég öngyilkos hajlam a csapatok, ezek a maiak. Így ne. Ez meg volt. Hú, itt sűrűen vannak megint a fiúk. 6, 5, 4, 3 tűz. Tjú. Ezt rendesen kapta. Oh-oh, azt hiszem kifogyott a gépuskám el innen. Srác nagyon akar. Ők a gépuskásai 5, 4, 3, 2 közel jutok hozzá és... Vég! Ez az. Darabokra szakadt. Betöltjük a gépusket, biztonság kedvéért. 4-9 az állás, elég sűrű tényleg a dolog. És küldi mernék, hogy van haladtam valaki. Na, van belelőtték. Ha, 3, meg némi kilesziszt. Kicsit jobb. Ez még elég szörnyű, hogy 3 géppel értem ezt el. Kicsit magasabbra. Itt van egy újabb Junkers. 2! Nézzük, hogy itt a bombázók a veszélyesek jelenleg. De le kell szednünk a vadászokat is. A Spitfire-től félek a legjobban, úgyhogy őre vadászunk. Semmi esélye, hogy leforduljon bennünket. Au, húj, csak óvatosan, ne gyere nekem. Nem tudom mennyi lőszerem van, sok már nem lehet. Oké. Okay. Húj, ez veszélyes, ez nagyon veszélyes, húzunk el innen, miatt még egymásnak fogunk menni a srácokkal. Oké, úgy tűnik, hogy ez megoldódott. Miért nem robbantja szét senki az átkozott hajókat? Még a végén elveszítjük. Kell próbálnom emelkedni. Van a bomb... Rengeteg bombázónk van, miért nem? Nem értem. Senki nem foglalkozik az a Junkers-szel? Akkor majd én barátkozok vele egy kicsit. Már valószínű a motorom, ez viszont azt jelenti, hogy kilöveti az hátsó ágyusaival. 7-6 zuhanó repülésbe kezd. Nagyon veszélyes játék. Aha, kritikus, de mert szétlőttem a motoromat elég rendesen. Nem akarok vele nagyon kötözködni. Elég nekem egy kill assist belőle. Oké. Okay.
Szedjük ezt a bowfightert. Merre megy? Lefele. Hú, pont a pilotáját mutatja. Azt hittem meg lesz a pilotája, de elbénáztam. Oké. Ez meg volt. Egy darab. Elséges célpontot kéne kiszedni. És feljöttünk 5 killre. 14 killja van a srácnak. A Spitfire MK1-ben. És egyszer halt meg. Egyesen csinálja. 6 nyertünk. Nagyon jó. Azért kinézek, hogy minden rendben van. Ó, való igaz. Facebookon nem jelentettem be. Azt hiszem, hogy ezt most megtesszük. Gyorsan. Elment. Szuper. Na, hú, szegény. Szegény Spitfire-on kicsit szétlődtek. Jó, menjünk itt az oroszokkal. 5-ös, 4-es szintű orosz gépekkel. Az oroszok félelmetes tűzerő és viszonylag jól fordulnak. Úgy vettem észre. Annyira nem olyan jó, mint a britek közelse, de egész jó. Ezt a tűzerő, fú, az van nekik. Afrikai kanyon, ez jó pálya. Kezdjük a jakkal. Mert miért is ne? Nem ez a kedvenc gépem, amiket a lag szerintem jobb, nem is jobban szeretem. De se rossz. Gyönyörű ez a játék továbbra is. Azon vagyok mindig meglepődve, hogy mennyire szép, és a következő patchtől, az 1.37-estől már DirectX 10-et is supportol, tehát akinek van DirectX 10-es videókártyája, ami gyakorlatilag minden újabb videókártya, annak még szebb lesz. Már láttam videókat, egy csomó, például a tűz félelmetesen jól néz ki, a víz nagyon-nagyon jól néz ki, egy csomó effekt, esőben lehet repülni, nagyon-nagyon szuper lesz. Hurrikán, két hurrikán. Spitfire. Wow. Azt a mindenit, alig ért hozzám, és ez be az oroszokkal félelmetesen gyorsan. Azt a mindenit, már rajtam is van a srác, ez nem semmi. Félelmetesen gyorsan meghalnak. Ez kicsit ijesztő is egyébként náluk. Ez a hurikán. Itt már a másik, a CR-42-esen van. Sajnos meg semmi esélye ellene. Viszont most elfordult oldal, és ez végzetes hiba egy orosz gép ellen. Látjátok, egyszerűen leszeltem a szárnyát. És most az én szárnyam is kapott az első sorozatától. Ez egy legrosszabb dolog, amit lehet tenni ilyenkor, amikor valaki rajtatok van, az, hogy a
gép felső felét mutatjátok neki, tehát az egész profilotokat megmutatjátok. Sokkal jobb akkor már inkább előtte repülni, úgy vettem észre. Egyszer valamit mindenképp leszelik, vagy a szárnyát, vagy a hátulját a gépnek, egyszerűen kinyílják a pilótát. Semmiképp nem egy jó dolog. Itt egy H51-es, valószínűleg felén fog fordulni. Ez egy kis vacaggép, mondjuk úgy. Semmi esélye. Itt meg egy Spitfire. Nem fog tudni időben elfordulni, sajnos. Ez mit csinál ez a srác? Nem is foglalkozik velem? Oké. Na végre most megindult. És ő is elfordítja magát oldalra. Kifogyott a gépágyunk. Vannak rakétáink is egyébként, csak azok nagyon-nagyon pontatlanok. Próbálok mögötte maradni, hogy Spitfire-t nehéz ezt követni, remélem valaki segít. 19 másodperc. Oké. Okay. Megijesztettük egy picit. 8 másodpercre fogok tudni rálőni gépágyúval. Azt hittem, hogy fölfelé fog elmenni, de nem akar nagyon. Aha. 51. Mit csinál? Kapott egy kritikus, lesz egy rakéta, semmi esélyt elérje meg. Na jó. Érdekesen lagol. Megint eltaláltam. Azt a mindenit. Srác, nem egyszerű beszedni. Na végre. Kezdtem kiakadni. Egyszerűen nem akart meghalni, srác. Ez egy Gladiator. Mit csinál egy Gladiator itt? Ez egy kis gép. HL-112-es hurikán. Húha! Szerint lesz ránk szükség. Azt a hurikánt le kéne szednünk a P40-esünk hátáról, de szerintem lelövi, mire odaérünk. Attól félek. És én is fogok kapni három ellenfelet a nyakamban, hogyha oda megyek. Jaj, négyet. Ez nem volt jó húzás ide jönni. Mindegy, egy legalább le kell szednünk most. Sürgősen. Ezt a hurikánt. Nagyon le van lassulva, félelmetesen. Így mi? Oké. Okay. Nehogy nekem jöjjön. Ez a baj, nem sok lövedéken maradt. A Gladiator. Ezt elbénáztam. És mögém került. Reméljük, hogy valaki itt segít majd. Ezt elbénáztam megint csak. Nem baj, legalább őt le tudjuk szedni talán. Egy kritikus került csak. Itt van nyakamon. Itt vannak a társaim is. Legalább egyet még magunkkal kéne vinni. Között Spitfire. Kilőtték a szárnyamat. Valaki tényleg igazán leszedhetné rólam ezt. Srácot. Nagyon jó lenne. Tök élvezném. Valaki szedje már le róla, nem tudok elfordulni másik helyre. Srácok! Valaki! Most valami rakétákkal. Egy rakéta se talált. Legalább egy kilasz összet összeszedtem bele. De jó ég, voltak mögöttem páran. Ez múl is volt. Legalább lefoglaltam őket egy kicsit. Menjünk a LAK 335-ösen. Ez nem volt jó ötlet itt a három ember közé bemenni. Igaz, hogy egyet lelőttem, de a másik kettős már is mögém került. És nem tudtam mögéig kerülni. Egy rajtam volt, és ez folyamatosan szétszedett. Buforc. Nem fogom tudni utolérni, hogyha elfordul a másik irányba. Kéve, hogyha ezt csinálja. Igen, sajnos elfordulsz. Aha, szuper. Ezt nem tudom miért csinálta, de nem is utól tudom érni. Reménykedtem benne, hogy eltalálom valami létfontosságúját. Júj, az a plenheim azért
Nem nagyon vacak, akkor simán neki fog menni. Fenébe nem tudok tőle lőni rendesen. Remélem, hogy én találtam, mert tök is lenne. Idióta manővert beállni egy buffort mellé, vagy elé így. Ez az. Ezt figyeljétek. Júj, talált! Szét fogja lőni. Ah, oké. Azt a mindenit, ahogy elfordultam azonnal előtt. Ez hihetetlen. Azt a mindenit. Remélem meghal. Ez... érdekes volt. Itt nem mondják. Épp le akartam fordulni róla, és erre, hogy fordultam, telibe találsz. Úgy látszik megvolt, mert van 5 killem. És csúnya volt. Ez a hátsó lövész. Igazi ász volt. Négyen. Talattam megint. És feljöttek 8-9-re, muszáj valamit csinálnom. Blenheim, Hurrikán, a Hurrikán... itt van még egy. Nem tudom elfordítani a gépet. Nagyon jó a sebesség, és elfordult oldalra. Vagy csak szerencséje volt, vagy meglátott. Ja nem, egyszerűen csak rá akar állni a földi célpontokra. Nem, és komolyan. Ó, te jó ég! Azt hittem rég halott leszel eddigre. Oké. Azt a mindenit. Na jó, aztán ebből kilépünk. És megyünk egy másik menetet, nem fogok még egy gépet behozni ide. Ez csúnya volt. Hát egy pekkes mozdulatom. Nem baj. És kijöttünk elsőre. Na, menjünk egyet az amcsikkal. Messerschmitt BF-109 megvan, de nagyon nem tetszik a legkisebb változata. Nagyon gyengék a... nagyon gyenge a fegyverzete. A későbbi modelleken már vannak 20mm-es ágyuk, de nem gépágyuk, de a normál, viszont egy 7,7mm-es géppuskái nagyon-nagyon gyengék. Egyszerűen nem tetszik egyelőre. Talán mert egy kicsit kifejlesztem és kicsit többet gyakorolok vele, akkor jobb lesz, de egyelőre nagyon nem fekszik nekem valahogy. És hogy milyen lesz a gépigénye a tankos részének a War Thundernek. Az igazság, hogy a sima War Thundernek alacsonyabb a gépigénye szerintem, mint a World of Tanksnek. Ami vicces. Tehát ami mondjuk a World of Tanksből mondjuk a 30-40 FPS-en megy, nálam az itt megy 60-nal. Úgyhogy ez mindenképp erőnyös. Szerintem talán a tankosban is így lesz, remélem. És akkor nem kell félni attól, hogy nem fog elmenni valakinek a gépén. Ú, de ködös. Azt a minden ide ködös. Van két darab bombánk, azt le kéne dobni minél hamarabb, és utána lehet menni harcolni. Retteltes béna bombázó vagyok, úgyhogy készüljetek fel lelkileg. Nem szeretek bombázni, abszolút nem. Heavy tank az egy kicsit sok lesz, valami közepes tankra kéne ledobnunk. Ez mind közepes, egy medium tank, oké. Ups, kicsit elhúztuk. Három az, hogy MC202-es, ez nem fontos. Mert a ködben csak akkor fogom észrevenni, amikor a nyakamon vannak. Sajnos. Így van, tényleg. Azt a mindenit. Húha.
srác. Azt mondom, kénytelen vagyok ledobni a bombáimat, hogy gyorsabban tudjak mozogni. Oha, hiszen belekerültem itt a jóba. Bizony. Kritikus. Ebből belemész, öreg. Nem mész bele? Azt a mindenit, azt hittem le fog esni. Ezt most megszívtam. Ez nagyon buta volt tőlem. Reméljük, hogy elég megsérült ahhoz, hogy ne tudjon követni. És ő mit csinál? Oké. Ezzel együtt tudok élni. Sajnos mögöttem van. Valaki. Így van. Próbáljunk meg egy ilyen manővert csinálni. Nem volt valami jó manőver, ami azt illeti, de... Ezt nem tudom, mit csinál, de... Leesik. Ja igen, ez a másik lag volt. Oké. Viszont szétlőtt teljesen. Nincs itt egyetlen társam sem, aki segítsen. Ott van. Most fog rám lőni. Egyszer lefordul. Nem tudok vele mit kezdeni. Túl gyors. Félelmetesen gyors. Ah, ennyi. Spitfire-en nincs esélyem. Ja, ez a Spitfire volt, egész köztem, ez egy orosz gép. Spitfire-en semmi esélyem nem volt, hogy leforduljam. Nem baj, ez a kettőt leszettünk. Én szerettem volna dobni a bombáimat, de senki nem jött arra a társaim közül, pedig ott van a legtöbb tank. Nem is értem, hogy miért nem arra jönnek. Ezt nézzétek, ez a Hellcat, amivel éppen repülök. A botosok tudják, hogy a Hellcat a kedvenc tankom a World of Tanks-ben. És pedig, itt pedig ez a repülő még elég friss, még alig van meg. Egy pár napja. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire szeretem. De jól néz ki egyébként. Nézzétek csak olyan. Kis cuki. De nem tetszik ez a köd. Nagyon átláthatatlanná teszi így az egész meccset. Fogalmam nincs, mi van előtte, nem tudom, mibe megyek bele. Azt mondom, inkább megyek, segítek a társaimnak. Legalább látom, hogy mi folyik. Spitfire. Le kéne lőni mielőtt még. Aha. Ha? Ja, hogy ez a másik oldalán van ennek a... Nem látható hegynek, nem tudom milyen maga... Azt a mindenit, mi van itt? Jó ég. Oda nem megyünk. Azt hiszem. Akkor mégiscsak elmegyünk arra jobbra. Egyébként nem értem, hogy miért mindenki itt erőszakoskodik középen, amikor igaziból az igazi célpontok ott vannak itt jobbra. Kicsit furcsa. Ez csak az a baj, hogyha kimegyek ide, azokat... Találtam egy csomó földi célpontot, és senki nincs itt egyelőre. Mindjárt látni fogok pár. Nem feled, biztos vagyok benne. Ha nem, akkor elkezdjük szétlőni ezeket a földi célpontokat. Legalábbis a könnyű célpontokat. Csak lassítunk. Nagyon szuper, senki nincs itt. Na, inkább nem erőszakoskodok itt én is, hanem csak megfordulok és újra rájuk megyek. Egyszerűen ezen a pályán, ez teljesen általános különben, és senki nem foglalkozik a földi célpontokkal, hanem csak mennek előre. Így né. Azt hiszem, hogy ennyi volt nagyjából a könnyű tankok. A többit sem nem tudom szétmenni gépuskával. Azok közepes tankok. Nézzük, mi van itt beljebb. Ez is egy nehéz tank. Na, ott van egy páncélozott autó, azt szétlövetjük. Alig látom. Wow, ja. Oké. Van itt több is? Nem. Nem, ott valami még van pedig. Senki, egyetlen ellenfél. Hát ez... Múris. Aha, az ott egy armored car.
Oké. Nem akar meghalni. Ez a második. Ez hihetetlen. Oké. Nagyon jó vagyok. Azt a mindenit, megölt egy armored car. Jött magát a magamat, rástem. Jaj, itt jó, még úgy látszik fáradt vagyok a fotozásban. Ez szomorú. Fú, ez egy bosszút kell állnom, megyek és megölöm ezt az armored car. Van két bombám. Ó, van két bombám. Nagyon jó. Appad valami feltűnt, inkább szeretnénk repülőket lelőni az igazság, de... Olyan sötét volt a talaj, azt hittem, hogy még kicsit távolabb vagyok tőle. De bevallom össze, hogy meg sem próbáltam felhúzni, nem is tudom, hogy miért. Trollkodtam itt. Éj, micsoda. Hegyek. Vigyázni kell ez a sebességgel. Van egy, kettő, három armored car, meg van néhány heavy tank. Heavy tankokkal nem is akarok foglalkozni. Heavy tankokkal semmit nem tudok tenni, szinte még a bombáimmal sem. De megpróbáljuk. Kipróbáljuk. Hát, lehet találni valamit. Nem igazán. Nem picik ezek a kocsik. Hogy csak bezoomolva lehet igazából őket eltalálni, hogy vettem észre. Az előbb is azt mondtam, hogy nem zoomoltam, vagy bezoomoltam, akkor simán tudtam volna, amikor kell felhúznom. Nézzük, sikerül megint letennem a gépet a földre. Reméljük nem. Oké. Okay. Két armored car meg volt. Azt mondom, hogy meg is van. Azt mondom, hogy mehetünk is harcolni, mert ezeket a fiúkat nem tudom mit lelőni mögöttem, tehát ezek túl nehéz páncélzó, túl nehéz tankok ahhoz, hogy ezek itt ilyen szépen E-75-ösök meg ST-1-esek gurulnak ott. Átlőhetetlenek. De ezt nézzétek meg, itt van a mi kis páncélozott autó sorunk, és senki ezen esélytől még csak meg se próbálja bántani őket. Na, tévedtem, itt egy buforc. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy most nem tudom, mit csinál. Wow, itt egy BF-110-es, hoppá. Ez jó, csak nem szabad neki szemből mennünk. Oké. Okay. Oké. Okay. Ouch. Ó, ez aztán lassú volt. Próbáltam leszedni. Megpróbálja hagyni, hogy elmenjek mellette. Annyira lassan megy, hogy... Aha, most jó. Nagyon sokat kibír a BF-110-es egyébként. Végre vesnek, úgy érzem. Ezzel még kicsit megsorozzuk. Még ilyen szépen letettem a gépet, nem? Tehát így hassal tökéletesen landoltunk. Ezt a bénaságot. Ez egy rossz meccs volt. De nem baj. Kilőttünk két földi célpontot is. Oké. Okay. Na ki hiányzik még? Németek? Menjünk itt a japánokkal. Azok múlisak. Németeket azokat nem szeretem túlságosan, be kell vallanom. Mondtam, historikat nem játszok egyelőre. Játszottam pár meccset a múltkor, de nagyon nem tetszett, elképesztően lassú. Meg kell szoknom ezt még. Az árkádban már egész jól otthon vagyok. De... Tehát azért ne felejtsük el, én is nemrég kezdtem ezzel a játékkal játszani, még nagyon az elején tartok.
Ó, három. Bázisfoglalós. Szinte mindig elvesztem. Soha senki nem foglalja a bázist ugyanis. Menjünk ezzel a Ki-43-assal először, ez egy múlis kis gép. Igen, gyorsan fordul. Azt mondja, hogy... A, B, C. Jó, remélem valamelyik bombázónk elfoglalja miénket, és én pedig elindulok a B felé. Csináljunk egy ilyet. Ez kedvéért. Kis füst. Szép gép. Érdekes alakja van. Elég kicsik vagyunk itt. Az F2 biztos, hogy elmennek legalább minimum ketten. Valaki foglalja a bázist, nagyon jó. Kérdés, hogy valaki megpróbál leszállni itt. Hagyni fogják, hogy leszálljon az F2? Remélem, hogy nem. Nem, nem alag leszedi. Jó. Ezt a Ki-43-asat. Barátkozzunk vele egy kicsit. Itt, hú, hát túl közel leszünk. Oké, hagyjuk is. Túl közel lennénk az NFL bázisához. Ó, azt hiszem, hogy valakit nem vettem észre. Ez szomorú meccs lesz, úgy érzem. Így van. Egy I-153-as. Ó, te jó ég. Túl közel kerültem. Nem a mi bázisunk felé jött, hanem az ellenkező irányba én megkövettem és bementem a rajba. Ez butaság volt. Na, ennek legalább vannak ágyúi. Ki volt ez az I-153-as? Zuhovskis, azt mondja, Viteus nevezett úriember. Nézzük, sikerül lekaszálnom egyszer, legalább. Az így metóra le fognak szállni. Vigyázzom kell, hogy megint úgy érek, viszont nem vettem észre a Studi 153-est. Látszik, fáradok már tényleg. DE3-as, ez nagyon kellemetlen lehet. Fölfele megy. Mit elérem? Talán. Sajnálom, sikerül egy kicsit megerőszakítanom, mielőtt... ez átmentünk stallba. Aha. Lejött, ez jó. Túl gyors nekem. Jó, legalább nem sok vizet zavar. Azt hiszem, hogy még fönn vagyunk, addig betöltjük az ágyukat. Le fog esni? Nem, felhúzta. Felhúzta. Francba. Azt hittem, hogy talán valami kritikusat eltaláltam. 20 másodperc az ágyuk. Vissza még a B felé. Ez veszélyes megint. Na, próbáljuk leszedni ezeket a srácokat az F2-esünk hátáról. Hárman vannak. Ez nem vicces. Próbáljunk elhúzni innen gyorsan, amíg lehet. Meg kell tisztítanunk, hogy valaki le tudjon szállni. Sikerül valakinek? Nem, az I-16-os túllőtt egy kicsit a célon, úgy érzem. Oké, próbáljuk még ezt a 112-es is leszedni. Ez az! Hmm.
Kis ágyuk maradtak, ezzel sok mindent nem érünk el, jobb ezt innen elhúzni. Azért belőttünk egyet-kettő, talán megsérült eléggé ahhoz, hogy ne legyen különösebben veszélyes. Na oké, mostantól az a célunk, hogy megvédjük a repteret. Az szép. Kicsit magasabbra kell mennünk. Ágyú betöltve. Hűha. Hurikánt. A hurikán le fog zuhanni. Nem fog? Azt a... Ez mi volt? Hát ez szörnyű. Lehet, hogy már van így halok meg. Valaki nekem jön. Vagy én esek le. De és szét is lőttem, mielőtt meghaltam. Ez benne a vicc. A hullája jött nekem. Ejjjj. Két halál, két kill, nem a legjobb. Egy bombázó. Azok rengeteget bírnak ki, azok a hatkák. Te jó ég. Nem is biztos, hogy bele akarok kötni egy ilyenbe. Megpróbáljuk. Ah, igazi balom, ezután a meccs után már mindegy. Próbáljuk meg oldalról, mindig a legjobb esély neki menni. Ha. Ez mennyi elég is lesz. És megpróbáljuk inkább. Ezt a srácot vigyázni kell, mert ez is kevés, mint a bowfighter, tehát nem lehet nagyon lefele irányítani, de a tetej, jaj, ma megint kezdődik. Már megint kezdődik, és egyszerűen tudom felhúzni, de... Jó, vigyázzunk ezek a nehéz vadászokkal, abszolút nem úgy működnek, mint a könnyűek. Szörnyen nehéz őket felhúzni, hogyha elég nagy erővel megyünk lefele. Hol van? Ott. Uff. Nehogy hagyjuk. Na, most mit csinál ez a srác? Oké. Próbálta nagyon trükkösen elfoglalni a bázist. Nem sikerült neki. Azt mondja, a H6 kell 2-3-on lövik és mindig bírja. Mit csinál az ellenség? Hol vannak? Mind az átvéd... Aha, oké. Mind a B-nket támadják. Hiszem, hogy az ideje betöltsem az ágyukat, amíg... Nem biztos, hogy jó ötlet volt, bár hamarosan elfogytak volna először. Ó, az igen, elfoglaltuk az át is. Te jó ég. Ez egy nagyon könnyű győzelemnek így érkezik. B26-os itt jön, de 17 másodperc vagyok a nagy ágyuktól. Na jó, semmi gond. Menjünk át inkább... a lagra. Óha. Ez nem lesz muris. Letett a földre a gépet, hogy mit csinált? Na, de mi mennyire, hogy le. Ez a mindenit. Ó, most komolyan megint nekem fog... Elképesztő sebességgel fordulnak. Na, most spectatorunk egy kicsit. Ezt csúnyán bénáztam megint. És majdnem meghaltak. Lecik, már nem vagyok az egyetlen, aki csak így kinyíratja magát. Reméljük nyerünk. Szeretném megnézni. Egyelőre sima ügynek tűnik, de hogy elfoglalják a B-t. Ezek a nehéz odászok, amit gyakorolnom kell, nagyon-nagyon nehéz, és ettől féltem pontosan. Túlerőbe kerültek és elfoglalták a B-t. És hogy C-re száll le, miért száll a C-re?
Kérdés az, hogy bejöjjek ki a kis rizörvemmel és megpróbáljak leszállni. Vagy ne. Ó, simán. Ne? Ah, de. De, megcsináljuk. És itt mondtuk a statisztikát, de kit érdekel. Ezt figyeljétek, partizán akció következik. Is lelőnek, mire odaérek, de megpróbáljuk. Próbálunk leszállni a B-re. Még múlisabb lenne, hogy megpróbálok leszállni az A-ra. Közelebb érünk, akkor kiderül, melyik lesz a jobb ötlet. Ahogy elnézem, nem kellett volna, hogy is leszállnak már a B-re. Nem? De. És... Fölöslegesen jöttem be? Nem! Nem, megölték a srácot. Megölték a srácot. És reméljük, hogy... Fúha. Inkább elmegyünk arra. Így. Kiverjük meg fel alkalmat. Ezt figyeljétek. Mindenki ott bunyózik. Én viszont nagyon trükkösen elsúnyogok itt oldalt. Ja, hogy itt nem is, nincs egy kis apróságok, egyszerűen csak le kell lassítanom. Így, né. 200 alá. Ó, ne, ne foglaljátok el, ennyit a kis partizán akciómra, oké. Okay. Ne, a partizán akcióm! És valaki rajtam van. Hihi, ebben ezt a ledesú. Nem! Ebben ezt ad. Ebben ezt ad, öreg, nyertem. Partizán akció sikeres. Már késő. Jéj! Ez jó volt. Ezért megérte. Csak jövő a büszke lenne rám, biztos vagyok benne. Úgy csak miket sikerült beszerezni. Oké. Okay. És mindenhol legénységet kell majd fejlesztenem. Most egyelőre nem tesszük meg. Megtegyük, megtesszük. Nem tesszük. Most nem foglalkozunk ilyenekkel majd később. Még a németek maradtak. Játszunk itt a németekkel. Ez igazság, hogy a németek nem tetszenek egyszerűen valamiért, nem tudom miért. Valószínűleg azért, mert nem fordulnak jól, és egyelőre én azt szeretem, hogy egy gép jól fordul. Meg komoly tűzereje van, és ez egyelőre a németekről nem nagyon mondható el, különösen nem a BF-109-esről. A korábbi gépeik, azok jók voltak, határozottan. De ezek az újak, amiket most nemrég szereztem meg, a 4-es 5-ösök, ezek... illetve nem 4-es 5-ösök, 5-ösök 6-osok, azt hiszem, ezek nem túl jók. Nem, 4-es 5-ös, jól emlékeztem. Meg is mutatom ezt a BF-109-et, hogy miért nem szeretem. Valószínűleg nagyon gyorsan meg fogunk halni. Ó, micsoda gyönyörű teli hold van. Éjszakai misszió. Csodálatos. Ritkán látok éjszakai pályát. Fel magasba. Néha nézem a csetet, igen. Játék közben nem. Hm.
Jó lenne, hogy mi is elfoglalnánk, remélem, hogy ez meg is történik. Oké, itt van alattunk egy kis bombázó. Hú, ez kicsit gyomorforgató, ugye éjszaka repülni. És tudom, merre megy. Te jó ég. Nem is tudok. Fúha. Fogalmam nincs, hogy mennyire van előttem, vagy mennyire nem. Jó, hát ez nagyon durva ez a sötétben repülés. Aha, ott van. Kicsit. Azt hiszem, hogy bár is sikerült szétrobbantani a motoromat. De még mennyire? Azt hiszem, hogy le kéne szállnom. Ennek az esélye nem tudom mennyi, mert is nem is látom a repülőteret. Azt hiszem, hogy ennyi volt. Komolyan? Kilőtt a repülő... Kilőtt a motoromat. Nagyon-nagyon gyorsan. Ha valaki látja a repülőteret, akkor árulja el, mert milyen messze van. Le tudok még vitorlázni vajon addig? Gear down. Talán ne. Még gyorsan is megyek egy kicsit. Ha le tudnék vitorlázni. Oké, de rossz gombot nyomtam meg. Ez tök jó lenne. Aha. Így, né. És akkor talán megjavítják. Remélem, hogy megjavítják. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy árkádban is így működik, mi sem próbáltam meg. Ez így sok mindent megmagyaráz, azt hiszem. De semmi gond, mert így is megjavítanak, ha jól látom. Fejtetőre álltam a géppel. Ez tök jó. Ja, ez nagyon-nagyon jó. Csak kell, hogy vége a meccsnek. Mi a fene történt? Hogy lehet ilyen gyorsan vége a meccsnek? Elképesztő sebességgel veszítjük el a meccset. Felszállni se lesz időm. Oké. Hát igen, de nem értem, hogy hogyan nyernek ilyen elképesztő gyorsan. És sebességgel próbálom szerezni. Ezen a pályán ennyire elképesztő gyorsan meg lehet ölni a földi célpontokat. Érdekes. Mi van itt? Leszem gyorsan le fog szállni megint. Azt a mindenit. Nagyon furcsa így lőni. Szerintem ez le fog esni. Ez elég egyértelmű. Ő is. Oké. 10-6. Fú, mi van itt? A jó ég. Ez nagyon durva. Ezt is semmit nem látok, csak... Nagyjából... Reménykedek, hogy nem én vagyok a célpontjuk. Az olaj fröcsök bele a szemembe. Oké, ez is meg volt. És komolyan itt harcolunk a földön, te jó ég, nem is látom, hogy hol lövök. Itt van egy Spitfire, pont rám, nagyon jó. Térjünk ki, mondom, térjünk ki, de gyors. Ez a lassú, inkább. Spitfire nem fogom tudni lerázni. Rajtam van, már pedig rajtam van, már rajtam is. Pont teljesen. Azt nem is egy lehetnek ennyire rajtunk. Nem foglalkozunk vele, egyszerűen megpróbálom ezt itt kicsit megerőszakolni, így né. Come on, gyerünk, engedj el. Foglalkozz mással. Valaki szedje le rólam ezt a srácot. Na, így né. Egyszerűen a következő. És még mindig mögöttem van, hát ezt egyszerűen nem viszem el.
Itt van rajtam egy csomó társam, és mindig nem tudják leszedni rólam. Valaki parázsolja le rólam ezt a Spitfire-t. 7-3. Na várj, Spiti. Ezt figyeld. Mondtam, hogy ezt figyeld. Sötétbe kicsit nehéz így repülni. Ott a Chunkers. Hú, de nehéz célozni, te jó ég. Meghalt? Meg. Semmit nem látok, csak a célkereszt, illetve a célindikátorokat. Abszolút tökéletes sötétség. Gyakorlatilag. Megint rajtam van valaki. És megint nem vagyok a legjobb célpontja. Azt a mindenit! Komolyan! Te gyakorlatilag nekem jött. És elvesztettük. Fú, ez szörnyű volt ez a csata. Ez nagyon nem tetszett ez a sötétség. Így van, tetőre raktam a 109-est és még így is ment. Nagyon egy biztos, sokat kibírnak. Hogyha nem a pilótát lövik ki, akkor nagyon, nagyon határozottan jól bírják a lövéseket. Hát ez egy buris meccs volt, leginkább csak. Próbálj meg még egyszer. Oké. Okay. Nem szeretek sötétségbe harcolni, úgy döntöttem. Fú, szinte még fájnak a szemem is. Csak azokat a kis vörös célkereszteket lehetett látni, semmi mást. Itt a függetlenül ez egy nagyon-nagyon határozottan szórakoztató játék. Tehát, hogyha valaki esetleg a nézők közül még nem játszik a War Thunderrel, nem tudom mennyire jön le a streamből, de nagyon-nagyon buli ezzel a játékkal játszani. Tényleg, amikor... Főleg, hogy az ember sikerül 8-10 killt megcsinálni, ami nem annyira ritka egyébként, most itt nem jön össze, de... De a britekkel elég gyakori nálam, és ez tényleg igazán úgy érezteti magát az ember, mint egy ász, egy repülő ász. Úgyhogy ügyesen csinálja. Persze az arcade-ban igaz leginkább, ugye a historikában kicsit már nehezebb igazi ászként viselkedni. És a valódi, az igazi játékban, tehát van a full real-ben, amit nagyon kevesen játszanak, és szerintem csak joystickon lehet, és érdemes. Abban viszont tényleg nagyon nehéz lehet. Ezért radar és mindenféle célkövető indikátor, meg minden nélkül kicsit nehéz ez a játékkal játszani. Azt mondja, hogy... Na, jelenünk jobbra egy kicsit. Egy AUSG, megint egy... Nem szeretem ezeket a bombázókat, elképesztő erősek a farok lövészeik. A srác itt meg jön, és megint szét akarja szedni a... Hagyjuk elmenni. Belülről jövünk, reméljük, hogy egy kicsit biztonságosabb lesz a dolog. De már most lő ránk. És nem találom el. Hello! Te jó ég! Ez mit csinál itt? Ez a srác, ez... Nagyon komolyan gondolja a munkáját, tehát ő komolyan veszi, amit csinál. Simán nekem jön, hogy lelője a zenepelet. Oh. Wellington bombázó. Az alját egy kicsit megsorozhatjuk. Ezt nagyon mellé húztam. Ezt nagyon minden a napba. A másik problémám ezzel a látkozott BF100-asra, vagy 109-esre az, hogy látszik, semmi hatásuk nincs a fegyvereimnek. Tehát egyszerűen az amcsikkal, hogyha odalövök a 12 millisekkel, akkor az meg hatása van ezzel. Egyszerűen nem érzem azt, hogy valóban teszek is valamit. Csak ilyen kis légpuska gyakorlatilag. Ezek egymásnak mentek. Bombázó ott balra. Fölöttem egy esbély. Ah, minden a bombázók. Ezt kimegy velem, hogy szeretem egy kicsit megbabusgatni. Gyere Hanshoz, gyere! Fölfele megy, ennél nagyobb butaságot nem is lehet csinálni.
És látjátok egyszer, hiába lövöm, mint az állat, ez, tehát ugyanezt egy brit géppel darabokra hasítottam volna. És ehelyett... Jó, meghalt. Egyetene. Na de akkor is. Jaj, ez egy ilyen kettes. Ouch. Ez egy... nagyon komoly... tűzerővel rendelkező gép. És azt hiszem, hogy ez a nagyjából be is fejezte a pályafutását. Így van. Tehát ezzel nagyon nehéz ilyen egy sorozatos killeket szerezni, egyszerűen leesik a... Le... Ojjaj! Reméljük ez nem egy brit gép, mert ha igen, akkor most itt nagyon halott vagyok. Van egy Spitfire rajta. Ez egy amerikai gép. Oké, meg vele nem megyünk össze. Oké. Följebb kéne lennem, nagyon-nagyon alacsonyan vagyok egy német géphez képest, sajnos. Nincs elég energiám. Az S-79-eset bőven elegen lövik ahhoz, hogy ne foglalkozzak vele. Meg kell próbálnom kimenni ide jobbra és megnézni, hogy az NFL-nek milyen tankjai vannak. Van egy-két könnyű tank, akkor egy kicsit be tudnék segíteni, mert egyedül vesztésre állunk. De vannak ám. És igen, egy jak van itt. Jak, nem. Ó, ez a jak, hát ez mit csinál? Itt valaki van fölöttem, igaz? Hol van? Így, ott van. Egy 79-es. Ide mi lemegyünk szépen, remélem, hogy senki nem foglalkozik velem. És meg fogom kilőni egy-két földi célpontot, és remélhetően, hogy nem fogok lezuhanni, mert ez nagyon-nagyon égő lenne még egyszer. Ó, sajnos van enemy. Légvédelem is. Na nézzük, mire jók ezek az ágyuk. Armored car-ok ellen jók-e? Látszólag nem nagyon. Oké. Így, kicsit lelassítunk. Ez nem túl előnyös a gyorsaság. Az ember földi célpontokat szeretne kipukkantani. Most komolyan. Ezek az ágyuk, vagy ezek puskák egyszerűen... Ah. Valamiért nem tudok velük lőni. Nem értem, hogy miért. Oké, próbáljuk még egyszer. Oké. Ez meg volt, 24-25, jó. Lássuk csak, vannak itt is még, akkor egyszerűen kell tovább mennem. Nem csak repülök tovább így. És... Nem, de. Még talán te is megveszel. Oké. Zsuty, és most szépen megfordulunk. Tudom, hogy nem túl izgalmas földi célpontok lenni, de jó lenni nyerni. Mert a csapattársaim annyira nem... Ha, itt van egy Spitfire, aki végre segít nekem egy kicsit a földi célpontok ellen. Az a baj, ezeket a meccseket, tehát az arcade meccseket elsősorban azzal lehet megnyerni, hogy szétlőjük a földi célpontokat. Ezért nagyon-nagyon erősek a... Hopszi. Komolyan megúszta. De megám. Nem csak én nem tudom eltalálni őket, így látszik. Ah, oké. Na, ennyi volt. A többi az már mind nehéz. Páncélzatú vagy közepes. Úgyhogy most... Elmegyünk vadászni egy kicsit. Ez nem volt egy jó húzás tőlem, úgy érzem. Betöltem 12-11. Ez nem ám, ez nagyon buta volt! Na, ez vajon honnan jött? Oké. Sok kis piros pont között ugye nem vettem észre. Na, hozzuk be a 4-es H112-t. Kicsit komolyabb ágyukkal. Tehát a legnagyobb bajom ezzel a BF-109-essel, most így ebben azt lehetom mondani, az, hogy tényleg elképesztő gyenge a fegyverzete. És ez nagyon szomorú dolog. Egy BF-109-től az ember nem ezt várja tőle. Az S-79-es nagyon jön. És nagyon magasan van, sajnos.
Nagyon-nagyon magasan van. Ah, azt a mindenit. Ups. Így van. Hát, sajnos nem érem utol. Ez egy elég fél sikerű manőver volt. Na, lássuk be. Maradjunk itt a magasban. Ennek a géppuskája nagyon-nagyon kevés lőszert bír magába tölteni, úgyhogy most rengeteget előttem belőle. Itt egy BF 109-es. 16, 14, 13, 12, 10, oké, okay, megpróbáljuk a BF 109-et leszedni. És rossz irányba indul el. Úgyhogy próbálunk csinálni ilyen manővert. Így van. Na nézzük, nagyobb ágyukkal mit lehet tenni a BF-ekkel. Aha. Próbál kitérni, sikerül is neki, mert elképesztő gyenge a fordulékonysága ennek a... Hol van? Ja, oké. Okay. Komolyan. De egy BF 109 úgyse fogsz lekörözni még ezzel a géppel sem. Ups, és... Ah, oké. Okay. Azt hiszem, hogy meg... Nem. Bírt ki, picim, bírt ki, hogy le fogja szedni a... Azt a mindenit, mindig van elég energiai föl, menjen ott. Merre indul el a másik irányba? Reménykedtem, hogy... Szépen kijátszott bennünket, de most... Azt a mindenit, ez veszélyes volt. Azt hittem, hogy már ágyaim, de még nem voltak. Itt jön egy bombázó. Ez talán lelövi majd a... Ne. Nagyon nem tudom eltenni ezeket az oldalra menő célpontokat, ezt még gyakorolni kell. És ez a BF még mindig él. Komolyan. A P-39-es. Ez egy Aircobra? P-26-os. Van itt minden. Te pici vagy. Nem akarsz leesni, de hogy nem. És ez komolyan... Azt hittem, hogy lefele fog menni, és felhúzta és leszakadt a szárnyam. Hát ez csúcs. Ó, te jó ég. Ez csúnya volt. Ez nagyon csúnya volt. Ma nagyon sok bénaságot követek el, szerintem tényleg fáradt vagyok. De ez a vicc, hogy ebben a játékban valahogy mégsem olyan... Ó, most vége? Komolyan, ezért hoztam be... Tehát mégsem olyan frusztrál ebben a játékban veszíteni, mint a World of Tanks-ben, nem tudom, hogy miért van ez így. Vagy ebben legalábbis meghalni, talán azért, mert több életem van. Na, de ez is megvolt. Végén jól elszúrtam a dolgot. De majdnem megvan a következő szint a németek, illetve igen, a németekkel. És némi fejlesztés a BF 109-re. Hát ráfér. Hogy nem mondjak. Oké. Okay. Na, és akkor szerintem... Aha. Kicsit játszunk a britekkel. 49 pont. Ez jó. Azt mondja, hogy mi kell nekünk. A ground service-t felvisszük 6-osra, hogyha mennyi pontunk van. És a reload speed-et, azt most nem tudom, úgyhogy maradjunk annál, hogy... Egy ilyet, és egy-egy ilyet kapnak. Így meg. Jó. Megjavítjuk a Bowfight szereimet, meg a Spitfighter-t, a Spitfire-t. 45, 16, oké. Okay. 6-oson van.
Dobunk egy ilyet. Kicsit feltúrbozzuk ezt is. Briteknél szeret beragadni a puska, úgy vettem észre. És egy ilyet kap meg egy ilyet. Így még. Ja. És azt hiszem, hogy ennyi volt. Megjövítjük a bullfightert. És mehet. A kezdőknek semmi esetre sem ajánlom a németeket. Azért nem ajánlom a németeket, mert ők eléggé ilyen egyedi játéstílusuk van ővelük. Hát nem úgy kéne játszani, hogy én játszottam most, hanem azt, hogy szépen felmentek a magasba, megnéztek magatok, kinéztek magatoknak egy célpontot, rázuhantok, szétlövitek, ami ebben a BF-109-ben kicsit nehéz, mert nincs meg hozzá a tűzelej, úgy vettem észre, majd a következővel igen. És utána felhúzzátok és megint felmentek a magasból, senki nem ér el benneteket, és ez azért lehet megtenni, mert ezek nagyon nehéz gépek, nagyon gyorsak, és általában nem sok olyan gép van a játékban, amelyik utána tud menni, tehát amik olyan gyorsan tudnak felemelkedni, mint a németek. És akkor ezt ismétlik föl-le, és minden egyes lefele menetel elméletileg kinyírtok valakit. A többi nemzettel sokkal inkább, főleg a britekkel, én a briteket ajánlom egyébként kezdőknek, vicces módon. Azért, mert nagyon-nagyon jól fordulnak, és kezdetben szerintem az a legkönnyebben átlátható módszer arra, hogy hasznosak legyetek a csapatnak, az, hogy körbeforogtok, és különböző gyors manőverekkel az NFL mögé kerültek, és levadásztátok őket. Ezt a németekkel nem ilyen könnyű megtenni. Az amcsik, szerintem az amcsik sem rosszak egyébként kezdőknek, ők is egész jók. Főleg a 4-5-ös szintől már egész komoly fegyvereik vannak. Az oroszok nagyon-nagyon jók kezdőknek, mert félelmetes ágyúik vannak. Tehát nagyon keveset bírnak, nagyon gyorsan meghalnak. Mit dumálnak ezek a srácok? Nagyon-nagyon gyorsan meg tudnak halni. Viszont írtozatos az, amit a már a kisgépeik is félelmetes tüzelővel vannak megáldva, úgyhogy őket mindenképp ajánlani tudom. Tűj, te jó ég. Micsoda csata lesz ebből. A BF-109-es berepült az ellenség vonalai mögé és lement a földre, csak azért ledobjon egy bombát. Kinézzük magunknak azt a bullfightert ott, remélhetőleg. Amikor a Spitfire-eket lefoglalja valaki. És én szeretném azt a bullfightert levadászni. Á, oldalra fordul. Ez nagyon nem. Jó, ne arra fordulj, úgy. Á, eltaláltam, de... Ez az. Így, elkövette a legnagyobb hibát. Tehát ennél rosszabbat nem is tehetett volna. Egyszer csak el kellett fordulni oldalra. Semmit nem tudtam volna tenni. De ő felfordította a gépet, és... megmutatta, hogy hol van a jó kis... Hú, a pilóta fülkéje. Az ott egy Air Cobra. Na, ó, de még mennyire. 37 mm-es gépágyú, te jó ég. Attól még én is félek. A bowfighteremmel. Valahol van fölöttem egy jó nagy bombázó, így van. Szeretnék minél magasabbra kerülni. És nem szeretnék belemenni ide a trükki közepébe, de ezt az Air Cobrát nagyon jól lenne lelőni. Ez a kérdés, hogy merre fog manőverezni. Ha nem mögé kerülök, akkor semmi esélyem. Az IL-2 is nagyon jó lenne. Oké, maradjunk a kobránál. Áh, ezt elbénáztam. Pedig ez nagyon-nagyon jó lövés lett volna, illetve nagyon-nagyon jó lehetőség volt, hogy lelőjem az IL-kobrát. Kilőjük a rakétáinkat. Éjjj, ott az IL-2-es az tetejét mutatja, te jó ég. Áh, nem merek jobban oda húzni. Lefele, lemegy. Jó, oké. Semmi gond, mi van mögöttünk? Hurikán, az nem jó. Nagyon lent vagyunk és rengeteg energiát vesztettünk itt, a hurikán. Szintén nem velem van elfoglalva, ez mindig egy jó dolog. Így, ouch, majdnem nekem jött. Ez veszélyes volt. Most húzzunk el innen lehetőleg. Van mögöttünk egy... valami. Egy MiG-3-as. Most megpróbálom kicsit után tölteni. Csak a sima MG-i maradtak.
Sajnos. Nem biztos, hogy jó ötlet ide belejönni. Ó, ott a pofajtacs. De 12 mm-esek azok még mindig egész hatékonyak. Verseny. Azt a mindenit. Pont túl lassú voltam. Ezt figyeljétek. Látjátok, ezt nem szabad csinálni, soha egy nagy kaliberű vágyú ellen egyszerűen. Fogta magát és felhúzta. Elképesztően lelassult és hatalmas profilt mutatott. Ez tökéletes célpont volt nekem. Most lelőjük a maradék rakétánkat. Basszus, nem talált. Nem jó húzás. Inkább menjünk innen. Már lehet, hogy késő. Valaki már lő. Közelednek. Nem, egyszerűen nem. Nagyon-nagyon pontatlanok a rakéták sajnos, és ezért nagyon nézőig célozni, ez meghalt. Ez tényleg ilyen ellőjük őket és reménykedünk módszerre működnek. Jó, itt ilyen egy Spitfire. Felesett tréfa, szóval csak emberünk foglalkozik, hanem ezt a P-39-est akarod előni. Jólag meghalsz. Itt a Spitfire. És... itt jön, meghalt. Oké. Okay. Nem én kaptam a kill, de legalább meghalt az a lényeg. Itt egy bombázó. Az A20-as az nagyon jó célpont nekem. Remes szembe jön. Gyere csak, gyere. Ez a lakán nem erre néz. Gyere. Gyere, 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 gyere. Aha, nagyon gyors volt. Vigyázni kell. De gyors, te jó ég. Nem gondoltam, hogy ennyire gyors lesz. Visszatértek a rakétáim. A földi célpontjainkat akarja, viszont ez le kellett neki lassítani remélhetőleg, hogyha felhúzza, akkor utolérem. Nem húzza fel? Ó, itt van mögöttem valami. Na, de mi mennyire, hogy itt. És ez egy lakármas, ami itt van, és nem velem foglalkozik, mit csinál? Aha, most forog. Semmi esélyt sem tudom leforogni, sajnos. Ez esélytelen. De lelőtték. Na, próbálj minél egy földi célpontot kiszedni. Vagy lelőjük ezt a hurikánt. Szembe fog jönni. Ezt figyeljétek. Ez múlva is lesz, nem lövik ki a pilótám. Mat? Nem próbálkozik, de... Sosint szerencsém. Ketté szeretem, de ő meg kilőtt a pilótámat. Bullfighterek megint csak el kell, hogy mondjam, hogy a pilóta ott ül elől hatalmas nagy üveg ablakok mögött, és az első lövés szemből. Butaság volt, nem csak abban reménykedtem, hogy nekem nagyobb kaliberű ágyaim vannak, így messzebbről érnek oda. Én lelövöm, mielőtt az övé odaérnek, akkor általában jó, csak nem sikerült kapásba lelőni. Nem baj, sikerült szerezünk 4 killt, és beültünk kedvenc fighterembe. Ez ott egy Typhoon. Szukettes. 24. Ez a szukettes megpróbáljuk egy kicsit megerőszakítani, reméljük sikerül. Aha. Mit csinál? Megfordul oldalra, ez nagyon jó. De arra menj, hero! Ahogy nincsen combat flaps-e. Hol van? Wow, ezt elvesztettem. Ezt elbénáztam, itt van mögöttem. Valahol itt kell, hogy legyen. Ott van. És meghalt. Ez csúnya volt. Jak 1-es, P40-es Typhoon, húha.
Nézzük csak. Ezek a srácok el vannak arra. Ezek a srácok el vannak itt. Szóval mindig itt a legjobb esélyem van, hogy segítsek. Itt jönnek. Nem velem foglalkozik. De meghal. Ezt a Spitfire-t kell. Nem, maradok. Maradjuk a Typhoon, nem. Fölfele száll. Ez nagyon... oké lenne. Főleg, hogyha így marad. Így gyakorlatilag... ketté kéne szeljen, így van. Szerintem lemegy, különben, de jobb a biztonság. Jött még valaki belelő és elveszi a killt. És most 24 másodpercig elég gyengék vagyunk. És még 10 másodpercig lőni sem tudok sajnos. Ezt a srácot kéne itt. Oké, 12 mm-esek már vannak. Ó, a társaim megint elképesztően rajtam vannak. Inkább kistérek az útból, mielőtt megint megölnek. Képesek rá. Ó, te jó ég. Inkább adjuk nekik a kill, csak nehogy megöljenek. Nincs kedve megvan ebben a gépben. És mindig nem szedték le. Mi a fene? Na végre. Ne bénázzunk, urak. Mondom, és ez teljesen hibázva jakot. Az... a fene. Na, oké. Ezt nem tudom, hogy sikerült ennyire hibázom. 10-11. Fú, kicsit bele kéne húzni. Egy bófajtát 16 másodpercben tudok lőni. Felülről kéne közelíteni. Ott a BF-109-es, vajon melyik változata? 2 másodpercben tudok lőni. Nagyon jó. Kritikus. És valószínűleg kill assist lesz, mert persze valaki belelőtt még miután én szétszedtem. Itt egy Spitfire. Sajnos ágyaim nincsenek, úgyhogy... ah, semmi nincs. Ó, oh, szerintem összemennek. Aztán minden itt ágyuk betöltve. Így ne. Szállj leszakadt. Mögöttem. Az a baj, hogy sok piros tanktól nehéz megállítani, ki van mögöttem. 8-7 mi járunk vesztésre. Egyszerűen senki nem lövő földi célpontjainkat. Illetve földi célpontjainkat az ubikét. Éj, ez a Junkers. És megint leszedett egyet. Mi történt? Ó, szétették a bázisunkat. Szomorú meccs volt. Valamit meg is sikerült kifejleszteni. A bowfighterem. Azt mondja, hogy ezek a 20 mm-esek, igaz? Az jó, ez univerzális. Meg ez is. Jó. Na, azt hiszem, hogy megyünk még egyet a britekkel, mert nem sikerült nyerni. És ezek a kedvenceim. Közben itt olvasom, hogy miket. Igen, az árkádban minden nemzet gépeibe kerülnek.
És a britek, hát nem tudom, szerintem nincs olyan rengeteg brit, de egy biztos, a bowfighterek félelmetesek, és szerintem a spitfire-ek is. A spitfire-ek azért nagyon jók, mert tényleg nagyon nehéz őket levakarni az emberről, tehát annyira gyorsan fordulnak, hogy egyszerűen ott van mögöttetek. Jaj, már megint ez a pálya. Ez a pálya, hú, ezt nagyon utálom. Itt nagyon, nagyon gyorsan el lehet veszíteni, egy pillanat alatt elveszítjük az összes produkciópontunkat és vége. Azt hiszem, hogy ez az utolsó meccsen már, akár győzzük, akár nem, mert nagyon elfáradtam az előbb a vodban is. Hú, de sok emberünk kilépett kapásból az ellenfélnél is, érdekes. Ezt gyorsan elfoglalták. Nagyon gyorsan. És mi is nagyon gyorsan fogjuk veszíteni ezt a meccset, hogy ez így folytatódik. Meg ez is lehet, hogy érdemes lenne. Ah, nem. Nem fogok Spitfire-re földi célpontokra lőni, különösen nem, hogyha azok végelhárító ütegek. B-39Q. Az mi a fene? Ups. Megpróbálok mögé kerülni. Sikerült. Oké. Okay. Gyere csak. Mi a fene? Jó, rendesen állok. Ez a bowfighter. Jó bírja. Négy másodperc múlva lesznek ágyúim. Így ne. Ez is megvolt. Wow. Mi folyik itt? A20G. Igen, szét fogja lőni a földi célpontjainkat, hogy muszáj segítenem. Látjátok, milyen elképesztő gyorsan fogynak itt a pontok? Ijesztő. Az előbb még győzelemre álltunk, most hirtelen elvesztettünk egy csomó pontot, és vége. Muszáj ezt megtámadnom, ezt az A20-est, mert... És egyszerűen elmegy, és nincs esélye ellene. Ez vissza fog jönni, és egyszerűen szétrombol mindent. Á, mindegy, ezt a meccset is elveszítjük, itt nem lehet mit csinálni vadászként. Megpróbálok szétölni még egy-két dolgot. Mielőtt veszítünk. Töltünk egyet. Egy junker, szóval kevesebb. Egy 79, és mindenki bombázókkal jön, te jó ég, ezt, mindenki tudja ezt a pályát, hogy lehet megnyerni. De én nem játszok bombázókkal. Fúj, csúnya. Biztos nem. Fúj, gátolni a motorját. Megint írtozatos, erős. Oké. Hátsó géppuskás figurája van ennek a srácnak. Hey. 13-8. Egyszerűen ezt a pályát bombázók nyerik meg, sajnos. Hat-öt. P-39-en elkobra. Próbálj mögé kerülni. Nagyon csak. És most az ellenkező irányba megy. 11-4. Te jó ég. Oké. Okay. Egyszerűen öngyilkos manőverekkel a bombázók szépen leszedik a gépeinket. Ó! Oh, lelőttem az A20-ast végül. 10-3, valakit meg le kéne szedni, mielőtt vége lesz a meccsnek. Ki legyen az áldozat. Ups. Ez a ki, jól néz neki, de sajnos ki jól néz neki. De jó vagyok. Ó, BF-109-es, gyere csak, barátkozzunk. Te lassú vagy.
Ezt a kedves, hogy lassan repülsz. Ne szedd le, ne szedd le, én akarom, boom. Yay! És vége a meccsnek, sajnos. De kiszedtünk 5 gépet. Ezt a meccset sajnos tényleg csak bombászókkal lehetett volna megnyerni. Oké. Azt hiszem, hogy mára ennyi volt. Kicsit kipihenem magam. És tényleg egy maratoni stream volt így a VOD-tal együtt. Remélem, hogy élveztétek. Hogyha még nem tettétek meg, akkor nyomjatok rá egyet a követés gombra, a follow gombra ott a Twitch-en. Mivel akkor látni fogjátok, hogy mikor játszok élőben. És ha még nem ismeritek a csatornámat, akkor nézzétek meg azt is. És ott is nyugodtan kövessetek. Mit akartam még elmondani? Más azt hiszem nem, hogy ezt nem tudom, mikor fogok legközelebb játszani.